Ahogy jöttem a buszon, olyankor szoktam azon tűnődni, már hogy a vegyi művektől mindegy, olyankor szoktam azon tűnődni, hogy mit fogok mondani. És hát ezer felé kalandozott a gondolatom, hogy hogyan is kezdjem, meg végezzem, meg egyáltalán. Majd kiderül, hogy miért. Szóval aztán öreg barátomhoz, Lincsi apáthoz menekültem, aki a 800-as évek körül valahol Észak-Kínában, a Huotong folyó partján volt egy csambuddhista szerzetes, és eléggé radikálisan oldotta meg a kérdéseket. Szerintem esetben leküldte a tanoncot, aki valamely kérdésre várt tőle választ, hogy ne kerüljön a szem elé, de egy évig nézze, hogyan nyílnak a fák, hogyan hoznak a virágok a fán, a gyümölcsfán, hogyan fognak ebből gyümölcsök lenni, stb. Rosszabb esetben pedig a húsángjában jó végig vágott rajtuk. Úgyhogy most azon tűnődtem itt, hogy Révai Gyurinak melyiket az öleléssel vegyes hátbavágást, avagy hogy szemlélődj tovább, és nézd, de nem büntetésből, a tó vagy bármi partján a fákat és a virágokat. Nos, szóval, hogy miért is ez a kérdés? Egyszerűen tőle megkérdezték, hogy hát apát, nagy a baj, hát igaz, hogyha az óceánból egy cseppet megvizsgálok, ismerem az egész óceánt? Igaz. És az is igaz, ha az egész óceánt vizsgálom, azt az egy cseppet is. Ismerem? Igaz. Akkor mi a fenének foglalkozunk ezzel? Minek csinálunk tudományt, miért festünk képeket, miért állítjuk ki, miért tanulunk, egyáltalán minek csinálunk bármit is a Földön, és azt mondta az apát, mert nem tehetünk mást. Szóval valami végzetes elrendelés ez, hogy ki mihez fog. És hogy értelmet adjak ennek a furcsa bevezetőnek, hát elmondom, hogy Révai Györgyöt én 1979 augusztus végén ismertem meg, MN 1914, Kiskunfélegyház, hogy laktaja, csapatfelderítő századának, ifjoncaként, aki velem együtt töltött ott bájos 11 hónapot, mint előfelvétel is. Aztán még lehúztunk a főiskolán is közösen éveket, és már akkor is furcsa gyerek volt. Mert hol hullámos papagájokkal jelent meg, amiket tenyésztett egy kis pénzszerzés céljából, hol nem tudom mivel. Egyszer megállt a házunk előtt és gumicsizmát ajánlott, mert azt is forgalmazott, majd pedig remek cseresznyefát hozott nekem, mert faiskolája is volt. Kapálő cukorrépát Németországban is, szóval mindenfélét csinált. Aztán, amikor elmúltak ezek a bájos iskolás évek, ő volt az, aki évről évre meghívott bennünket, régi csapattársait, és iszonyú nagy szeretettel, feleségével, Dona Berger Judittal fogadtak, és három bájos gyermekükkel fogadtak a nagykőrösi házba. El kell mondani, hogy a mi csoportunkban csak fiúk voltak, tehát rendkívül kártékony emberek voltunk, és azok is maradtunk. Állítólag évekig nem vettek föl az egri főiskolára olyan embert, aki hasonlított ránk. Na szóval, és ez szelídült az évek folyamán valami nagyon nemes és azóta is fennálló barátsággal. És azt látom, én művészettörténész lettem, ő meg minden. Tehát iszonyú irigy voltam, hogy a házi tojásból lettük a padláson tartott tyúkokból a rántottát, és nem kellett azt mondani, hogy öt elég, hanem tízet is lehetett kérni. Szóval ez a mérhetetlen szeretet volt, és ő művészettörténész lettem, mert erre-arra még karizoltam, és láttam, hogy egyre több kép van a falon. Aztán egyszer már hajnal felé a sokatik pohár után azt mondta, hogy még egy kis gyűjtemény is kezd alakulni, nézzünk szét. Hát mondom, a fenél nem dolgozni jöttem, de minden esetre évről évre valami furcsa történt. És egyszer csak meglepődve hallom, és rájöttem, hogy az a meglepődés, az a meglepő, hogy meglepődtem, hogy ő művészeket hív meg évről évre, nagykőrösre. Nem gazdag ember, el kell, hogy mondjam, de az egész családjával együtt nagyon szorgalmas. És így tudta elérni azt, hogy azt a szemléletet, amit a képzőművészetből ő kiválasztott magának,
mondjuk figurálisnak, realistának, bárminek mondhatjuk, azt a szemléletet, amit ő szeret. Szóval évről évre meg tudott igen kiváló művészeket hívni. Találkoztam is, én egyszer voltam ilyen alkalommal Nagykőrösön jó régen. Szóval, és ez mindezt úgy, hogy maga teremtette elő. De felejtsük el, maga teremtette elő a családjával. Mint mondtam, mert nagyon szorgalmas és sokoldalú család ez. Aranyosak a gyerekek is egyébként, ahogy szorgoskodtak ott kiskorukba körülöttünk, és már kicsiknek is ilyenek voltak. Szóval ő az az ember, aki művésztelepet hozott létre, aki saját ízlésének, baráti kapcsolatainak megfelelően támogatta ezt önköltségből, hogy mondjuk még egyszer. Akinek sok pénze van, az könnyen legénykedik, örökölte, vagy olyan az állása. De ők mindig iszonyúan megdolgoztak ezért. És ezért mérhetetlen megtiszteltetés az is, hogy nagyon-nagyon neves művészek fogadják el évről évre a meghívását. És hogy művésztelep, ezen is gondolkodtam, hogy művésztelep ez egyáltalán, meg milyen hülyeség ez a művésztelepesdi. Vagy egyáltalán nem az, vagy éppen a művészek sajátja ez. És most itt térjünk át például ezekre a képekre, aminek van egy gyűjtő, és egy szándékoltság, és egy meghívási szellem, hogy hogyan is jönnek össze művészek. De vajon ez a művészek sajátja? Aztán Lincsi apát megmondta, de hogy is? Minden úgy van jó, hogy van, ne gondolkodj ezen. A kőművesek szakmai kirándulása, a brigád és a testvér kapcsolatok ugyanígy megvoltak, hiszen a művészet mi volt? A művészet tradíció egyrészt, a művészet kézügyesség másrészt, és mérhetetlen nagy szakmai tudás. Tehát a középkor óta tudjuk, hogy a művészek mester és tanítvány, mester és műhely együtt dolgoztak, és a legkiválóbbak vezették ezt utána tovább. Tehát a művészek vajon közösen dolgoznak? Igen. Amíg tanulnak, addig biztos, aztán meg nézzük meg, hogy egymástuk ugrottak Nagybányán. És aztán egymás agyát szidva soha többet nem beszélgettek. Vagy éppen milyen jól elverekedtek a Fontainebleau-i erdőben. A szellemiség egy volt, volt erre a közösségre szükség? Való, és erre a közösség spontán szerveződésére, máshol pedig direkt megteremtésére? Igenis nagy szükség van, hiszen találkozzanak olyan emberek, akik ezt igénylik. De ez egyáltalán nem sajátosság a művésznek. Marha jó elbeszélgetni természetesen, és egymástól titkokat ellesni. De ugyanaz van egy történet Brancusiról, a román származású szobrászról, hogyha hozzá a kollégák beköszöntek, akkor csak annyit mondok nekik, hogy nem, és kizavart őket a műteremből. Ha egy szép csaj elment haza a kollega, akkor beengedte őket. Tehát mindenki másféle. Van, aki egyedül alkot, van, aki szeret közösen másokkal alkotni, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés találkozás a gyűjtő és a közösségben alkotni szerető emberek között, akik lám szellemiségekben, nagyon érdekes ezen a tárlaton látjuk, hogy van valami közös szellemiség. Tehát a fogadó képességet egyfajta művészi produktum hozza. És akkor én kezdek itt papolni arról, hogy van-e értelme művésztelepesdit játszani, hiszen 30 éve dolgozom itt Szolnokon, a múzeumban, épp egy művésztelep árnyékában. És tudom, hogy mi hozta létre a szolnoki művésztelepet. Gondolják el, Széchenyi gróf, ezt már sokszor elmondtam, aki hallotta, az bocsássa meg nekem, de sok az új ember itt. Széchenyi gróf, amikor leszállt a Szolnok-Pest vasútvonalról, kb. 5 percet töltött el a városunkban, szétnézett és azt mondta, Isten bocsássa meg nekem, a helyi legenda itt tartja, hogyha Magyarország egy szép asszony, Szolnok annak a seggeluka. És elment innen. Néhány év múlva egy olyan osztrák ember jelent meg itt, aki a 48-as, 49-es szabadságharc idején ellenünk harcolt, és a győztes után, a Bach korszak, meg 50-es évek, 1850-es évek, és megjelent itt ez az ember, August von Pettenkofen, és beleszeretett ebbe a vidékbe. A legnagyobb magyarnak nem tetszett, de tetszett ennek a festőnek. És mit fogadta itt? El tudják képzelni, hogy itt a konok üzei juhász ember hogy köpött, ha egy ilyen császári katonatiszt, volt katonatisztet látott itt a vásárban. Gondolom, nagyot köpött. Mégis idejött, mert valami megfogta. Mi? Volt egy német, egy osztrák, tehát egy német nyelvű lakosság, aki békében élt az itteni magyar emberekkel,
és szeretettel fogadták ebben a városban a művészeket. Úgyhogy már Pettenkoffent le se köpték már 3-4 év múlva, ha kiállt a piacra, és elkezdett festeni. Szép nagy ember volt, mondjuk nagyon nehéz is lehetett őt azért megsérteni. Szóval a város befogadó képessége, és nem a hivatalos városról beszélek, hanem azokról az emberekről beszélek, akik néhány év alatt elfogadták, hogy itt megjelennek művészek, elfogadták, hogy ezekkel együtt élünk, és megszokták a furcsaságaikat. Na most lehet, hogy buta a párhuzam, de Révai Gyuri valahol ugyanez a Müller Adolf nevű polgár, nagykőrösi polgár nálunk, ugye szolnoki polgár, aki maga is festeget, Gyurkát, hál' Istennek, az Isten megkímélte és bennünket is attól, hogy maga is festegessen, éppen ezért inkább műpártoló lett. Szóval azt akartam mindezzel kinyögni, hogy én ezt egy nagyon szép és nagyon tiszteletre méltó példának tartom, ahol a mai korban való vágyakozás, meddő, mástól megoldást váró világban egy család azt mondta, hogy itt művésztelep lesz, mert mi szeretjük a művészeket, szeretjük a képeket, amik között élünk, és ezért fogunk tenni valamit Nagykörösért, lám például elhozzuk Szolnokra, hogy ismerjék meg itt is. És hova tovább ott tartunk, hogy 20 év, gondolják el, már 20 éve, tehát a 21. évadunk van ott, szóval ez megy. Olyannyira, hogy itt Örményországtól, Kínától, Németországon át már mindenfelé híre van és jönnek művészek, tehát nemzetközi lett a művészterep, úgyhogy nagyon szép kis este lesz ez valóban, ahogy Gyuri mondta, hogy a két művészterep, egy nagy tradíciójú és állandó művészterep, egy nyári művészterepre itt találkozott, és külön megtiszteltetés, hogy eljöttek a művészek, akik most idén részt vesznek a Nagykörösi Művésztelepen, úgyhogy tényleg szép esténk lesz, és zárszónak csak annyit, hogy már alig érzem. Úgyhogy még gyógyszer is lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Isten hozta önöket Szolnokon, kedves művész barátok, és hál' Istennek Gyurkáék biztos, hogy méltó vendéglátói lesznek önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és büszke vagyok, hogy ilyen barátaim vannak, mint a Révai család. Köszönöm szépen!